Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, hát egy kulisszatitkot kell, hogy eláruljak önöknek, hiszen nemrégiben hírét vettem, hogy egy nagyon-nagyon kedves régi barátom nyugdíjba készül. És azonnal kapva kaptam az alkalmon, hiszen bár találkozunk hétről hétre, ha napról napra nem is ebben a felgyorsult világban, erre nincs módom, de azért hétről hétre azért találkozunk, és a hogy vagyunk túl, azért fontos, hogy megtudjuk és megismerkedjünk vele egy kicsit bővebben, annál is inkább, hiszen ez egy olyan életút az övé, ami azt hiszem, hogy példaértékű. Nos, hát nem szaporítom a szót, vendégem Ampli Ferenc. Jó estét kívánok! Egyik oldalról a hagyományőrző huszárőrnagy, a másik oldalról pedig, hát ugye azt a nézőknek is tudniuk kell, ha már, hogy azért jóval több mint 30 esztendeje datálódik a mi barátságunk. Igen. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást. No, az ember fia tényleg azt gondolná, hogy lovon születtél, hiszen a hagyományőrző huszárőrnagyként esztendőről esztendőre, apropó, ugye december 11-e egy nagyon fontos dátum, erről majd később beszélgetünk. Aztán nem. Viszont azt meg kell, hogy tudnunk, hogy hogy ismerkedtél meg, hogy szerettél, hogy lettél a lovak szerelmese. Mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, egy olyan lépcső volt 3 évtizede, ami én azt gondolom, hogy példaértékű. Igen, falusi gyerekként születtem, és a falun élő gyerekeknek azért nem volt idegen a ló és a ló közelsége. Az én esetemben pedig az anyai oldalon lévő nagyszüleimnél aztán akad bőven a nagytestű állatokból, lovakból is, nem egy, hanem több is, majd marhákból is, de akkor ez még olyan természetes folyamat volt, és semmi jelét nem mutatta még, hogy aztán majd későbbi felnőtt koromban ez sokkal-sokkal közelebb visz a lovak szeretetéhez és a lovakkal való életvitelhez. Ugye a Mohai volt a nagypapád, Listár Péter, édesanyád, aki jó egészségnek örvend, ezúton is jó egészséget kívánunk neki, Listár Mária, 91 éves, úgyhogy egy csoda pillanat, tehát azért a Mohai körben ott volt ló, az természetes, bár nyilvánvaló, hogy a te idődben már nem olyan szinten, mint a nagyapád idejében. Tehát azért a falusi lét mennyiben határozta meg a te életedet? Ezt nem tudom úgy elmondani különösebben, mert beleszülettünk. Az volt és nem más. Tehát nem lehetett összehasonlítani gyerekként mással, mert ott születtünk, ott éltünk, ott jártunk óvodába, iskolába, a barátaink, a szomszédaink, a tanítóink, tanáraink, ott éltek mindenki. Majd a későbbiekben, amikor hát Budapesten élő rokonokhoz nyaralásként felkerültem Budapestre, és ott töltöttem egy-két napot, hetet, akkor az ember falusi gyerekként sóvárogva nézte a budapesti nagyvárosi életet. Na de hát ott azért ott annyira nem lehetett olyan szabadon élni, mint ahogy otthon állunk a faluban. De az minden a tiéd volt, a minden a miénk volt, ezt a saját nevemben is mondhatom, Sárszemélyi srácként. Igen. Miénk volt a zöld, a fű, igen, a tavasz, nyár, ősz, tél, tehát minden olyan, ami egy városban elképzelhetetlen. Tehát ez rányomta az életedre is a bélyegét, nyilvánvaló, hiszen azt meg kellett csinálni, mindennek rendelt ideje volt. Igen. Általános iskolás voltam, amikor pályaválasztás előtt voltunk, és kisgyerekként mindig szerettem az erdőbe járkálni, sétálni, mai napig is egyébként, hiszen a lovas életünk is, és a lovazásunk, lovaglásunk jelentős területe az az erdő és maga hegyes, völgyes vidék. Szerettem volna erdész lenni. De valahogy nem úgy alakult az életemnek akkor a sora. Ez úgy nem sikerült, de úgy bennem volt a végig, a mai napig is teljesen. És az, hogy ott említetted, hogy miénk volt minden, az utca, a part, az erdő, a mező, a rét, és nem is kívántam volna máshol élni. Nem vonzott egyáltalán a nagyvárosi forgatag, aminek aztán a folytatása között mégiscsak Székesfehérvár lett az, igen, a város, ahol egy az életünk kritikus folytatódott. Időszak mindenfajta bulvár nélkül. Igen. Egy rendkívül súlyos baleseted volt, ami meghatározta az életedet, és akkor is kemény voltál azután is, de másként, igen, nem is lehetett, hogy felépülj.
Ez mennyire nyomta rá a bélyegét, hiszen egy akaratos srác ugyanolyannak lenni egy súlyos motorbaleset után, ahol jószerivel újra kellett tanulnod mindent. Igen. Ez egy hatalmas felkiáltó jel volt ott az életem. Az életemben, ami ez, hogy most mennyire akaratos, mennyire nem, mind az összes többi srác, mind az összes többi fiú az utcában, faluban, bárhol. De velem akkor az esemény, az nagyon fiatalon történt. És igazán én voltam a figyelmetlen, és én voltam az okozója is ennek, de azért úgy gondoltam, hogy azért mégsem érdemlem a sorsot talán azt, hogy ott vége szakadjon, és vége legyen annak a szabad mozgásnak, annak az önfelett életvitelnek, amivel hát gyerekként, hát a mai fiúk talán nem sem tudják képzelni, hogy egy homokbányának a partoldalán fogocskáztunk. Vagy éppensége a fán, fönn a fa tetején fogocskáztunk, egyik ágról a másikra mászva. Ezek valami mindennaposak voltak, és ennek vége legyen. Csak azért, mert akkor valami ott elvonta a figyelme, és valamiért nem voltam. Tehát annyira akkor koncentráltam figyelmes. És hát az későbbiekben azt mondtam, jó, akkor innél kezdve megmenekültem, de akkor most fel kell állni. Kemény lettél? Kérem? Nehéz volt megtanulni keménynek lenni minden egyes pillanatban? Én nem kemény szerettem volna lenni, hanem tulajdonképpen az, hogy visszanyerjem önmagamat abban a formában, amilyen voltam. Hát az nagyon hosszú volt, így összetörtem nagyon, és az a két hónap folyamatos fekvés mozdulatlan állapotban, egy ágyban, hát kérem, az katasztrófa. Tehát újra kellett megtanulnod járni egyik ülni, oldalra. Járni, mozogni. Igen. És bizony, amikor már felépültem, a húgom esküvője volt a napja, amikor a mankot már korábban elhagyva, és a támaszbotot is letámasztottam a kerítés mellé, és úgy sétáltunk az anyakönyvvezető elé a leendő férjével, és ő együtt. És onnél kezdve azt nem vettem kezet a botot a kezembe, de ott volt bennem, hogy igen. Fogyan tovább. Az, hogy erős akarok lenni, nem akartam erős lenni. Felszerettem volna épülni. És az a tudatosság adott nekem erőt ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni. Tudatos voltál. Ebben nyilván szerepet játszott a család. Igen. Hiszen korán házasodtál, igen, lelked jobbik felével azóta is boldogságban, igen, vagytok, gyermekeitek, igen, rendben vannak, igen, unokák nem különben, igen, majd róluk is beszélünk. Igen. Ez viszont már felelősségre sarkal. Tehát egyik oldalról elérni azt, hogy teljesen egészségesnek tekintessünk magadra, másik oldalról pedig ott volt a család is. Ez egy nehéz út. Lelkileg még nagyobb sújtott, hogy nem csak egyedül voltam ebben a balesetben, hanem ketten voltunk édesapámmal. És ő is elég súlyosan sérült. Noha kiderült, ő azért szerencsére nem annyira, mint amennyire láthatóvá vált. Súlyosabb, amennyire nem volt látható, én voltam, de ott volt ő is velem. És azok a hosszú hónapok, amik felépültünk, és majd utána, de pont az az időszak esett egybe is, amikor is azzal a lányjal, akivel már korábban találkozgattunk, volt kijelölve az a számomra, az a találka időpontja, amikor is, hát a szüleinél is bemutatkozhatok. Hát ez az a bizonyos vasárnap délután ezt megpecsételte, és nem engedte, most csak jóval később került rá sor. És ehhez az erőhöz nagyon nagy támasz volt és lendületet adott akkor annak a fiatal lánynak is, aki később a feleségem lett, és ma is boldog házasságban élünk. Az ő szeretete, az ő kitartása és az irántam való vonzalma. Ennek több mint 4 évtizede, úgyhogy ezek csoda pillanatok voltak. Mikor jött a sport? Mennyire voltál biztos abban, hogy ahhoz az úthoz, amit te kitűztél magadnak, a sporton keresztül vezet az út? Egyik oldalról, hogy felépülj teljes egészében, és nem csak fizikailag, hanem lelkileg, szellemileg is. Igen, hát mint falusi gyerekként éltük az életünket, és nekünk sport volt minden.
sétával kevés erre mentünk, futottunk mindenhova. Ha kellett, ha nem kellett. Vagy azért, mert kergetőztünk, vagy az éppenséggel, mert valaki elő futni kellett. Ez szintén a játéknak a része volt. De nagyon nagy lehetőségek azért ott a faluban, a futballon kívül más nagyon nem igazán volt. Majd csak jóval később a szomszéd faluban, Kincsesbányán beindult a Szikra sportkör segítségével egy cselgán szakosztály. Én ekkor már erősen felépült, lábadozáson túl, de erősen felépült állapotba kerültem egészségre, és akkor úgy gondoltam, hogy meg kéne próbálom magát a cselgáncsozást, hogy fizikailag is vissza tudjam nyerni az állóképességem egyáltalán, meg úgy érezzem magam, mint ahogy korábban. Tehát a judó segített. És igen. És mikor jött be a judóhoz párhuzam? Igen. Tehát a judó egyébként fegyelemre szoktat mindenféle értelemben, igen. És akkor, ha ehhez hozzátesszük, hogy már van az ifjúnak egy családja is, hiszen Krisztina is megszületett, igen. És utána jönnek a lovak, ami aztán egy teljes egész kerekvilágot teremt. Hogy jöttek a lovak? Igen. Hogy szerelmesedett be egy fiatal falusi gyerek? Igen. Korábban nem olyan voltak lovak, és hogyan olyan jött, szinten, hogy ez a jövő, hogy egy jövőt lát benne. Hát a cselegácsolásunk ideje alatt nagyon sokat voltam otthonról távol. Hát csak a heti három edzés, a negyedik az az erőléti edzés, az Árpád uszodába, amit ki tudtunk bérelni magunknak, edzőtermet, de az edzőtáborok, a versenyek, ezek mind-mind azért... Ezért el kellett utazni, az ember keveset volt otthon. A Kriszti, amikor rányuk, hogy megszületett, mentem az óvodába, érte, jött velem az edzőterembe, és ott nőtt fel a cselgáncskozó fiúk között, és ahol ő bukfencezgetett, bordásfalra mászott, így úgy, de élte ott az életét, még édesanyja munkahelyről hazafele menett, be nem jött hozzánk, majd ők elmentek, én maradtam még tovább az edzés végéig. És történt egyszer, hogy... Baracska Anna majorban meghívtak bennünket a büntetésvégeltetés intézethez az ott dolgozóknak a sportolás és a cselgáns oktatására. És ezt mi egy kollégámmal elvállaltuk, és oda is heti rendszerességgel eljártunk edzést tartani, és ott repült el az a bizonyos cecelégy, ami megcsípte az embert a lovak vonatkozásába. Ki volt a mestered? Attila bácsi, Kis Attilának hívták, Kincsesbányán lakott, és ő tanított bennünket nem csak a technikára, nem csak az ügyességre, és nem csak a judóval szemben lévő elvárásokra, hanem mind arra fegyelemre, fegyelmezettségre, öntudattal való viselkedésre, amiben a keleti sportok, de általában sport is nevelő hatása van az emberekre. És a ló, tehát megérkeztünk a lovakhoz. Igen, igen. Mint említettem, azt a bizonyos cecelegyet, ami a megcsipi az embert, ezt képletesen szokták mondani, ez ott történt Baracskán. Az egyik alkalommal elmaradt az edzési napunk, mert valami más elfoglaltság lett az edzésen résztvevőknek, és befele sétálva, így betekintettünk az egyik istálóba. A járőrszolgálat lóhától járt ki a feladatai teljesítésére. Gyönyörűek voltak, fény lettek, csillogott a szőrük, aj de szépek, de gyönyörűek. Kérdés a következő, mikor ülhetnénk fel rájuk egyszer? Én, akinek a nagyszülei ágán, Mohán, bármikor megtehettem volna, de nagyon nem igazán volt lehetőség, mert nagypapa is mindig azt mondta, édes isiam, ennek a lónak pihenni kell. Ez a ló nem arra való, hogy most itten szaladgálnak vele. Hát amikor kifogták az ekéből, elvittük a kútra itatni, arra az időszakra ülhettem föl a lóhátára, hát igazából utazva rajta, de különösebben nem volt. Majd középiskolás koromban már Fehérváról járva, a fehérvári osztálytársaim sokkal többet jártak lovagolni a valamikori Lövölde úti lovardához, mint falun született gyerekként ott a család a ló, mert nem volt rá mód és lehetőség. De Baracskán így de gyönyörűek, nagyon szépek. Megtörtént az első lóraülés, mit nem mondjak neked, barátom, csúszkáltunk össze-vissza rajta, mondta, hogy lehet ezen megülni, ki képes ezen megülni, ilyen módon. Szóval volt még egy alkalom,
És akkor jött az az elképzelés, hogy elgondolás. Akkor elmegyünk lovat nézni. Tehát hazamentél, és azt mondtad, hogy... Nem, még úgy nem történt igazából, hanem hogy közben megszületett a második családunk is, a Petőfiunk. Igen. Petőfiunk, és majd a 3-4 éves volt, és eljártunk lovakat nézni. A Alba Volán Öttusa istállóba, és erre-arra. És akkor egy kedves barátom, akivel összejöttünk, szintén Öreghegyen, hozzájártunk pacit nézni, megyünk pacit nézni, én vissza tudtam menni, és amikor lovagoltunk is, és elvégeztük az istálló munkát, ott lehetett tulajdonképpen megtanulni, és ott tanultuk, megtanultam meg a lóhoz való hozzálépést, a lóval való bánást, az istálló munkának a folyamatosságát, és amikor oda ismételten eljártam, mint ahogy a csergáncs edzésekre, amit időközben én befejeztem. Akkor 1988 volt, akkor szintén jött egy döntés, köszönöm szépen, megszületett a második családunk, és sokkal többet szerettem volna lenni úgy a gyerekekkel, így úgy, de közben volt vett a lóban, hogy megint csak el kellett járni. És azt vettem észre, hogy amért én megint csak elmegyek otthonról, hát azt én magam is meg tudom csinálni otthon. És így került a szülői házhoz, az autógarást átépítve, egy egyboxos istállóvá kialakított hely, ahova meg tudtuk venni az első lovunkat, és onnél kezdve már magad uram, a szolgád nincs, és elkezdtem az önálló lovazást. Ugye, mert az emberfi azt gondolná, hogy lóra születtél. Ez egyébként így van, de ettől függetlenül, hogy ezzel együtt, miközben azért már a 3 évtized persze, hogy meghozta. Igen. Viszont mi mindent kell tenni ahhoz, hogy valaki valóban olyan gazdája legyen a lónak, hogy a ló azt érezze, hogy társa, hogy barátja? Mi mindent kell tenni napról napra? Tudtad-e, hogy ez milyen nehézségeket is tartogat? Tudtam, meg figyelmeztettek is. Mondták is, hogy meg azt is, barátaim is, hogy te nem vagy normális. Tudod-e, mit vállaltál? Hát mondom, mit kell ezen pluszba vállalni? Előző kérdésedre, igen, felelősség teljesen szeretni, de nem elég csak szeretni, a felelősség teljességgel együtt is kell tudni élni. Gondját viselve, együtt élve vele, és ezt be kell tudni illeszteni a családnak a minden napjai közé. És nem úgy tekintünk rá, mint egy hobbi felszerelésre, mint egy tárgyra, ha van kedvem, teszem, ha nincs kedvem, nem teszem, hanem ezek kicsikét másabb. Így figyelmeztettek barátaim, nem is értesz hozzá. Kell ez annyit érteni. Egy pár könyvet elolvastam közben, aminek útmutatásaként úgy gondolom, hogy sikerült megtalálni a jó utat. Elől megetetjük a lovat, hátul kitrágyázza, kitalicskázunk, tisztált almot teszünk alá, és most szépen így zajlik az élet. Hát azért ez nem annyira egyszerű volt, mint ahogy most itt elmondva így hallatszik, de azért napról napra jobban simult a helyzet. Világos, tehát iszkán kezdődött, és igen, azt hiszem, hogy az azért nagyon jó volt a szülői háznál, mi is jártunk ott egyszer, igen, mikor megnéztünk. Egy kicsit ugrunk az időben, 1997. Én azt gondolom, hogy aki valaha is olvasott meséket, már pedig minden fiú gyermek olvasott meséket, mindig példaképe voltak a huszárok. És azt hiszem, hogy a magyar történelemben jogosan mondhatjuk, hogy egy olyan nagyévű történet, a huszárok története, amelyet mindig érdemes felidézni. Tehát 1997-ben alakítottátok meg a Hagyományőrző Huszár Egyesületet. Mi ennek a módja egyébként? Mi volt a módja? Túl voltunk a rendszerváltáson, lehetett már visszaidézni a múltat, anélkül, hogy megszóljanak, nem titokban, hanem nagyon is felemelt fejjel, kihúzott derékkal. Azt szokták mondani, hogy semmi nincs véletlenül. És semmi nem jön természetesen. Az, hogy huszár szerettem volna lenni, vagy huszás életformát szerettünk volna élni a lónkkal, ezt így nem lehet kijelenteni egyáltalán. Hiszen amikor a ló és a lovadás bekerült, és összességében kifejezve a lóság bekerült az életünk, a családunk és az én életembe is, akkor meg huszárság még fényévre volt. Teljes egészében éltem a természetes lovas emberek életét, és nem készültem én semmire sem.
semmi különösebbre. Készültem a távolvágló versenyre, hiszen előtte is versenysportban éltem, az volt a mindennapjaink jelentős része, és így is egy kis megmérettetés, ahol a lóva való felkészülés, együttlét, és hát a távolvaglás volt számomra a kijelölt cél, hogy azt próbálnám meg. Na de jött egy őszi kirándulás 1996-ban, szeptember körül Pákhoz környékén kirándultunk, és a szemünk előtt ott volt egy regiment huszár. Akkor esett le a tantusz, hogy hoppá, hiszen most van a pákozdi ünnepség megemlékező része is, de mit keresnek itt a huszárok? Kik ezek? És néztem ott a lovasokat, néztem a huszárokat, a tüzéreket, a gyalogságot, és akkor azt mondtam, ez az. Ez az. Ez lenne jó elkezdeni. Hiszen ez egy olyan lovazási forma, ami nagyon sok mindent ötvöz. Ötvözi a lóval, a történelmi ismeretekkel, az emberekkel, a bajtársokkal, a barátokkal levő összességet. És nem csak mint egy versenyző, elindulok egy távon, teljesítem vagy nem teljesítem, sikerül vagy nem sikerül. És én korábban is egyéni sportágot cselgáns, de mégiscsak egy egyesületi Milányos. Csapatformában voltunk, és mondom, ez az, amiben valójában sikerülne összehoznunk egy olyan közösséget, egy lovas közösséget, és ebben a katonai hagyományőrzés, a huszárság lenne a lovazásunknak a kiteljesülése, az nagyon szép tudna lenni. Tehát a kulcs szó a csapat. És így jött, igen. És így jött, és akkor itt találtunk egymásra, egy kedves jó barátommal, összetalált Endres Jani barátommal következő napokban, akivel nem olyan sokkal korábban ismerkedtünk meg, és a beszélgetésünk témája akkor is azonnal rögtön mindjárt a ló és a lovazás, és említem neki, hogy mit szólnál, hogyha egy ilyen lovas csapatot tudnánk összehozni, egy közösséget, majd egy kedves másik jó barátom szintén, akivel hosszú éveket cselgáncsoztunk együtt, lovagoltunk együtt, nagy dolog jó barátomat, meg kell, hogy említsem, nagyon nagy boldogsága. Na, mit szólnátok hozzá? Hát igazából, és akkor az mi? És elmondom neki, mit láttam, mit szólnátok hozzá? Jó, és ott sikerült már akkor elérhetőséget szerezni azoktól a személyektől, akik a későbbiekben útmutatásra szolgáltak ahhoz, hogy nekünk ez 1997. június 4-én megtörténhessen. Ez rendkívüli felelősség. Ráadásul június 4-én ugye két nappal a születésnapod előtt. Igen, de ez sem egy olyan dátum volt, érted, amit, hogy ja, most melyik nap értek rá? Nem, hanem akkor már ennek a megalkulást segítő, előkészítő munkában már akkor több személy is bekapcsolódott, és közben ez is egy kijelölt dátum volt, ami gyakorlatilag szintén, hát már a Vilmos huszárok és a tízes huszárok Szolfellinónál hajtott győzelmének az évfordulója volt a magentáni ütközetben, és ez június 4 volt. És ha már egy ünnepi alkalomra készülünk, akkor ez legyen valami olyan esemény, amit egyből azzal meg is tudunk ünnepelni, illetve meg tudunk említeni, és így jött a június 4-e. Ebből az évben. Más június 4 is volt. Ez egy rendkívüli felelősség. Ez kell, nem a gyakorlatról beszélek. Na, sokan azt mondják, hogy fejben dől el minden, de a csapatépítés az nagyon fontos. Közösséget teremteni, a múltat kellőképpen tisztelni, ez megint csak nem olyan szabadidős tevékenység, hogyha jó idő van, megyünk, hanem ezt mindig kell tenni, odafigyelni egymásra, odafigyelni a történelmünkre, és folyamatosan javítani a kondíciókat, hogy ezt mások is elismerjék. Említetted, hogy a csapat. A közösség. Itt is a csapat és a közösségnek az ereje volt, a lendületet adó, és a lendületet továbbvívő, ösztökélő erő, és abban a különböző egyéneknek a javaslata, az észrevétele, az úgy épült egymásra, az olyan hihetetlen gyorsasággal, és olyan hihetetlen ötletszerűséggel, hogy csoda. Tehát
ebben végig kéne említenem és sorolnom a csapatásoknak a neveit. Ez nem egy embernek a kitalása. Az elindítás lehet, de onnél kezdve már együttes erővel tudtunk róla beszélni, tudtuk elvetni, tudtuk elfogadni. Volt az, amit ó, ez most rossz irányba mentünk el, most ez így nem jó, hogyan lehet csinálni, persze sok tapasztalatot és segítségért kaptunk, már létrejött és már működök huszár egyesületektől, huszár csapatoktól is, de ez a Fehérvár Huszárok Egyesületének az eredménye. És az, hogy a mai napig ennyi idő elteltével létezünk és fent tudunk lenni, és természetesen a mostani Covid helyzet az egy speciális időszak, de továbbá is megmaradt azért, mert az alapot biztosító lóság és a lóval való együttélés és a lóval való bánás, ami a legfelelősségteljesebb, a legelkötelezettebb és mellette, hát az együvé tartozás és az összetartó elő csapatszellem. Most ugye arról beszéltünk az elején, hogy visszatérjünk rá, hogy nyugdíjba készülsz. Tehát a múzeumban nem találkozunk, az egyértelmű, igen, de a hagyományőrző huszárőr nagy az van. Igen. Létezik. És hát akkor hadd kérdezzem meg így a vége felé, ha öt unokád van. Igen, igen. Már igen. Kedvelik, igen. Ugye nem a töpörtjükre gondolok, hiszen igen, Félix igen. Még töpörtjük. Igen, kicike, igen, igen. De már sündörögnek a nagypapa körül, amikor néha-néha a lovakat kell Hogyne. Hát ez már elég régóta így van szerencsére, és a három nagy, a Zalán, Luca, Zete, akik azért már 10 év fölött vannak, ők már sokkal korábban, tehát a Julius, aki már elmúlt 2,5 éves bizony, ő még csak a papa iránt való szenvedélye és a rajongása, de a nagyok is úgy szintén, de hogy a lóval való kapcsolat, itt leginkább kiemelkedik a Luca unokámnak a vonzása és a vonzalma a lovasság iránt. Úgyhogy, hogy majd mit mutat a jövő, bízunk benne, hogy megmarad ez az érzés, és ez növeli majd a felelősség érzetet, és nemesíti az embernek a lelkét. Nos, hát én azt kívánom mind a négy generációdnak, édesanyádnak, a te családodnak, a gyermekeidnek, az unokáidnak, az unokák unokáinak, hogy ne feledjék, amit a apától, nagypapától meg lehet tanulni. És köszönöm, hogy megtiszteltél, és jó egészséget kívánunk, és természetesen figyelemmel kísérjük továbbra is a Ampli Ferenc a huszárőr, nagy Ampli Ferenc az ember mindennapjait. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem pedig Ampli Ferenc volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!